Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek! A díszoklevél átadó prebaj ünnepségünkön mindannyiunk nevébe nagy tisztelettel köszöntöm az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorasszonyát, dr. Bajtókné, dr. Tar Ilonát. Szintén nagy szeretettel köszöntöm Pintér Márta Zsuzsanna, bölcsésztudományi és műszaki kar dékánját. Szeretném még köszönteni Osváth Péter urat, az EGRI, tanító és tanárképzős öregdiákok baráti körének új elnökét. Kedves jelenlévők, ebben az évben immár 28. alkalommal kerül sor a már hagyományosnak számító jeles ünnepség megtartására. Az Alma Mater iránti tisztelet, szeretet hoz bennünket össze évről évre, akik többnyire az EGRI tanítóképző diákjai voltunk. Köszönet az egyetem vezetésének, hogy számunkra lehetővé teszik ennek a gyönyörű napnak a megrendezését, és most hozzáteszem második alkalommal a pedagógus nap megtartását. Most pedig felkérem Hegedűs Tibor urat, a baráti kör tiszteletbeli elnökét a köszöntő beszéd megtartására. Tisztelettel köszöntöm a 28. prepanapi és a 2. pedagógus napi ünnepélyen megjelent, meghívott vendégeket, ünnepelteket és hozzátartozókat, a baráti kör tagjait és a műsorban közreműködőket. A pedagógus napot azért tesszük ünnepélyessé, hogy kötődjön a prepanapi hagyományokhoz. Ezért elsősorban azokat kell köszönteni, akik ünnepeltek, akik ma diplomát vesznek át. Tehát köszöntöm az ünnepelt pedagógusokat, azokat, akik a mai ünnepélyen díszoklevelet vesznek át, akik 70, 65, 60 és 50 éve kapták meg első oklevelüket. És most évfordulósok. A köszöntés és a baráti kör azon tagjaihoz is szól, akik nem kapnak díszoklevelet, de több évtizedes munkájuk alapján megérdemlik az emlékezést. Ha ezt az ünnepet hagyományossá, emlékezetessé töltjük meg, ünnepélyesebb lesz a prepanap is. Az emlékezés és a találkozás lehetőséget ad arra, hogy beszéljünk a régi iskola évekről, a múltról, a nevelés és oktatás fontosságáról, és megköszönjük a nyugdíjas pedagógusoknak több évtizedes, áltozatos, kitartó munkáját. Legyünk büszkék az elért eredményeinkre, őrizzük emlékeinket. Különös tekintettel a közel 100 éves zászlóra, amit elődeink a centenárium évében 1928-ban avattak fel, és így díszeleg a zászló. Az EGRI tanítóképzés emlékére készült tűzománc emlékplakettre, valamint a 2015-ben elkészült emléktáblára és a tanáraink életéről szóló könyvekre. Tulajdonképpen a 2015-ben elkészült emléktábla örökíti meg a magyar nyelvű tanítóképzés történetét, akkor, amikor az épület falára ezt 2015-ben kihelyeztük. Ezen az ünnepélyes napon tisztelettel köszöntöm rektorasszonyt, kívánom, hogy tanári és rektori munkája legyen sikeres és eredményes. Kérem, hogy a jövőben is segítse az EGRI tanító és tanárképzős öregdiákok baráti körét, és fogadja szeretettel a csoportvilágot.
most következő ének a pedagógus nap alkalmából csendül fel. Előadja Szó Istvánné, Fülöp Dalma, Henry Mancini, Holdfolyó című szerzeményét. Szeretettel köszöntöm pedagógus társaimat, és az itt meglelenteket, ezt fogadják szeretettel tőlem ajándékba dalt. Mindannyiunk nevében köszönjük, hogy hallhattuk ezt a csodálatos dalt egy csodálatos előadótól.
Kedves vendégeinket, test jelenlévők! Visszakanyarodva e nap fontos eseményéhez, ez az ünnepség azokról a pedagógusokról szól, és értük, akik példamutató életpályájukkal kiérdemelték az arany, gyémánt, vas és rubin díszoklevelet. Hosszú, fáradtságos utat tettek meg életük során, és szerencsésnek mondhatják magukat, hogy átvehetik ezt a megérdemelt díszoklevelet. Tisztelettel felkérem Osváth Péter urat, a baráti kör elnökét, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Egy idézettel kezdeném. A lámpás én vagyok, világítok a sötétben, utat mutatok, nálam nélkül vak a látó is. Hát még ha a kormány nem sajnálná tőlem az olajat. Gárdonyi Géza emlékév van, halálának 100. évfordulójára emlékezünk, és így kezdődik a Lámpás című regénye ezzel a 3 sorral. Talán a 3. sor nem annyira volt ismerős. Ezeknek a soroknak manapság is aktualitásuk van. Mert nagyon szép és igaz a metafora, a tanító, vagy tágabban értelmezve a pedagógus, tanítással, neveléssel hivatásszerűen foglalkozó személy, a tudása, szakértelme és odaadó egyénisége okán emelkedik ki a környezetéből, a gyermekek, az iskolások, de tágabban értelmezve életkortól függetlenül a tudásra vágyók, a befogadásra nyitottak köréből. Mi mindannyian lámpások vagyunk, és nem csak aktív éveinkben voltunk azok, szerényebben, csökkenő intenzitással ugyan, és egymástól is lassan távolodva, de világítunk most is, amíg itt vagyunk. Csak ebben a rohanó világban, a fényszennyezettség korszakában nehezebb minket észrevenni. Nehezebb minket meglátni. Érzékenyebb műszereikkel a csillagászok már milliárd fényévekre ellátnak. Akkor hát érzékenyítés kell. Érzékenyebbé kell tenni a mai társadalmat, az emberek milliárdjait, azért, hogy meglássák, hogy észrevegyék a köztünk élő lámpásokat, és azokat is, akik már fizikailag nincsenek közöttünk, de a fényük még világít, mint a csillagoké az éjszakában. A nagyobb érzékenység több hírt, ismeretet, tudást, általánosságban fogalmazva több információt jelent, amit át kell adnunk, amit közölnünk kell. Meg kell találnunk és használnunk kell arra alkalmas hírközlési csatornákat, a publicitás korszerű eszközeit. A prepanapi rendezvényeken hagyományosan átadásra kerülő díszoklevelek, színes diplomák kiemelik a szürke hétköznapok zajos hátteréből azokat, akik most a 70, a 65, a 60 és az 50 éves évforduló kapcsán pedagógusként már ennyi idő óta lámpásként közöttünk élnek. Az érdeklődés most irányuljon feléjük. Az ünnepi műsor szereplő előadói egyéni tudásukat, képességeiket is felvillantva, most őket köszöntik, az ő fényüket erősítik. Ezen gondolatok jegyében a baráti kör elnökségének a nevében is nyitom meg a 28. prepanapi ünnepséget. Köszönöm. Köszönjük az elnök úrnak az ünnep hangulatát fokozó beszédét. Most pedig tisztelettel felkérem az Esterházy Károly Katolikus Egyetem rektorasszonyát az ünnepi beszéd megtartására. Köszönöm.
Tisztelt elnök urak, kedves egykori diákjaink, kedves vendégeink, tisztelt hölgyeim és uraim! Mély tisztelettel és nagyra becsüléssel köszöntöm Önöket a jubileumi díszoklevél átadás alkalmából. Amikor munkám során a líceum lépcsőit járom, folyosóit, sokszor elgondolkozom azon, hogy vajon kik tanultak itt, kik dolgoztak itt előttem az évek során. Kik fogták meg a múltban az öreg részkilincseket, kik szomorkodtak, kik kacagtak boldogan az egyetem falai között. Elgondolkodom azon is, hogy vajon kik jönnek majd utánunk, hogyan fogadják majd a múltból örökölt értékeket. Visszatekintenek-e majd az elődeikre? Mint tudjuk, a múlt kötelez, ahogy Vas Albert is fogalmaz. A múlt ugyanis szerves és elválaszthatatlan része a jelennek, mint ahogy a jelen sem egyéb, mint a jövendő kezdete. Mint ahogy minden diófát dédapák ültettek a mi számunkra, ugyanúgy, amit mi átélünk, mint történelmek, annak rejtett gyökere azokhoz a dédapákhoz vezet vissza. Írja. A mi gyökereink évszázadokkal ezelőttre vezetnek vissza. Azokra az időkre, amikor gróf Eszterházy Károly egri püspök megépítette a Domus Universitatist. Az egyetemi ház a későbbi funkciója alapján a líceum építetésével nem csupán egy épületet hagyott a jövő generációinak az alapító atya, hanem a saját szellemiségét is. Tisztelt jubiláló kollégáim! Önök egy olyan nagymúltú intézményben szereztek képesítést, amelynek elődjében már a 18. század második felében egyházi keretek között Barkóczi Ferenc püspök felsőoktatási reformot tervezett, és már akkor megjelent az egyetem megvalósításának a gondolata. Mindnyájan tudjuk, hogy a gróf Eszterházy Károly püspök által építetett egyetemi ház az akkori uralkodó szándéka szerint a líceum közel negyed évezrede a felső oktatás szolgálatában áll. Működött itt püspöki jogakadémia, valamint a Pirker János László érsek által alapított első magyar nyelvű tanítóképző is itt kezdte meg a működését 1828-ban, ahogy ma már Tibor bácsitól, elnök úrtól, örökös elnök úrtól hallottuk. 1948-ig a teológiai oktatás mellett érseki tanítóképzőként működött az intézmény. 1949-től pedig állami pedagógiai főiskolaként folytatta a pedagógus képzést. 1990. július 1-től a diákok és az oktatók szavazatainak eredményeképpen a több mint 20 évig Ho Chi Minh néven működő intézmény felvette az Eszterházy Károly egyetem építő püspök nevét. 1916. július 1-én megvalósult Eszterházy álma, intézményünk a főiskolából egyetemmé vált. És 2021. augusztus 1-je történelmi jelentőségi dátum az intézményünk, az egyetem életében. 72 év állami fenntartás után visszatért az alapító szárnyai alá. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ma a térség, sőt az ország szellemi és tudásközpontjaként működő, annak kulturális és gazdasági felemelkedését szolgáló meghatározó intézmény. Gyakorlatközpontú pedagógus képzésünk ma már nemzetközi szinten is elismert. Kiemelkedő eredményünk az egyetem szakmai közössége által kifejlesztett komplex alapprogram, amely garantálja, hogy a tanulás és a tanítás élmény legyen az iskolában.
Az élménysuli néven is közismert program mára 500 iskolában 8000 továbbképzett pedagógust és 220000 tanulót érint. Oktatási tevékenységünk az egyetem nagymúltú tradíciójára épül, ugyanakkor modern szemléletű és sokoldalú. A szőlészeti-borászati képzésünk nemzetközi szinten is versenyképes. Legkiválóbb hallgatóinknak lehetőségük nyúlik egy évig Bordóban tanulni, gyakorlati ismereteiket, tapasztalataikat pedig több francia borvidéken is gyarapíthatják. A tanulmányaik végén kettős diplomát, magyar és francia oklevelet is kaphatnak. A kettős diplomát 2021-től kezdődően az angol nyelvű programtervező informatikus mesterszakon is kapnak a diákjaink, a linci Johannes Kepler egyetemmel közösen megvalósuló képzés keretében. Informatikai karunk a hazai felsőoktatási rangsorban előkelő helyet foglal el a legjobb egyetemek összesített rangsorában. Ugyanakkor a legeredményesebb területek közé sorolhatók a bölcsészettudományi és művészeti karunk, a sporttudományi intézetünk, valamint a gazdaságtudományi karunk képzései is. Az oktatás mellett jelentős a kutatási tevékenységünk, a régióban betöltött szerepünk. Együttműködő partnereink visszajelzései alapján meghatározó az InnoRégió Tudásközpontunk, az informatikai kutatócsoportunk, az egészségfejlesztési és sporttudományi tudásközpontunk, kutatási és szolgáltató tevékenysége is. Az egyetem a tudás integrációjával a hit és az ész dialógusára törekszik. Célja, hogy hozzájáruljon az egyház tanítói küldetésének teljesítéséhez. Olyan egyetemet építünk, amelyre önök is büszkék lehetnek. A mi erőnk, tudásunk és hitünk nem csak a régmúltban gyökerezzik, táplálkozik abból a gyökerekből is, amelyek önökhöz 70, 65, 60 és 50 évre vezetnek vissza. Önök, kedves jubiláló kollégáink, számtalan példát láthattak az emberségre és az embertelenségre is a 20. század viharos történelme folyamán. Rendkívüli tapasztalatokat szerezhettek arról, hogyan kell helytállni a szakmai életben a tudományok és a technológia szédületes gyorsaságú fejlődésének a körülményei között. Hiszen az elmúlt évtizedekben a tudás fogalma teljesen átalakult, az annak megszerzéséhez a forrás bővült, az információk mennyisége hatalmasra duzzadt. Átalakultak a társadalmi viszonyok, sok a nem teljes család, változott az erkölcsi értékrendszer, miként változtak az elvárások az iskola és a pedagógus felé is. Mindegy, hogy a múltban vagy a jelenben tekintünk a pedagógus hivatásra, észre kell vennünk, hogy a legfontosabb tevékenységről van szó, a tudás átadásról. Fontosak a könyvek, a képek, a hangok, de legfontosabb az ember, aki ezt elénk tárja. Mindannyian tudjuk, hogy pedagógusnak lenni nem csak egy foglalkozás. Elkötelezettséget jelent egy olyan szakma iránt, amely igazi kihívást, felkészültséget és kitartást vár el minden olyan embertől, aki ilyen nehéz, de ugyanakkor gyönyörű hivatást választja mesterségül. Sokat tudnának mindenről mesélni önök, akik egész életüket e hivatásnak áldozták. Hálánkat és szeretetünket fejezzük ki mindnyájuknak. Köszönet a munkájukért,
köszönet az életükért. Szűcs Sándor tanítókhoz írt versének néhány sorai szóljanak hálánk jeléül. Az időé a fiatalság, a szépség, de nem veheti el az emlékek képét. A legnagyobb, legfőbb érzést, a szeretetet, amely körbeölel tanítót, gyermeket. Az elérzékenyülés az azért van, mert édesapám, Tibor bácsi egykori osztálytársa, ő is prepa volt, de ő már nincs közöttünk. 2014-ben elment közülünk, és az emléke most is itt van a szívemben. Nagyra becsült, jubiláló kollégáink köszönteni és megköszönni gyűltünk most össze. A jubileumi díszoklevelek adományozásával köszönetünket fejezzük ki életpályájukért, erőfeszítéseikért, mindazért, amit tettek, és hogy munkájukkal elismerést szereztek hivatásuknak és az Alma Máternek. Isten éltesse önöket, és az ő áldása kísérje életüket. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. Köszönjük a rektorasszonynak a pedagógus pálya tiszteletét, értékeit aláhúzottan hangsúlyozva, értékes, megszívlelendő gondolatait. Kedves jelenlévők, tisztelt vendégek! Ezt a napot szeretnénk emlékezetessé tenni, és talán a különböző műsorszámok meghallgatásával sikerül elérnünk. Pedagógiai munkánk során az irodalom, ezen belül a versek, a költemények világa fontos szerepet játszottak életünkben. Ha szerencsés tolmácsolással került el tanítványainkhoz hozzánk, komoly üzenetet adott át szívünknek, lelkünknek. Ilyen bevezető gondolattal kérem fel Beliszkiné Csák Judit kolléganőt, a baráti kör tagját, hogy szavalja el a Tanítások című saját versét. Róla még elmondom, hogy gyermekkorától vonzotta a költészet. A versek megszállottja lett. Nagyon sok verse született, amit a könyvben, megjelent könyvében olvashatunk. A baráti kör által rendezett ünnepségünkön minden alkalommal saját versét szavalta el. Hallgassuk meg a verset. Tanítások. Tiszta lap a gyermek lelke. Nem mindegy, hogy mit írsz bele. Nem mindegy, mire tanítod, jellemét mivé formálod. Ki tanító akar lenni, meg kellene jól vizsgálni. Alkalmas-e tanításra, gyermekkel való bánásra? Nem elég, hogy nagy tudású, nyelveket bír, s embernek jó. Tudni kell azt jól átadni, gyermek szinthez kapcsolódni. A tanítás közös munka. Tanár, diák kell, hogy tudja. Adóvevőként működnek, így biztos, hogy célba érnek. De ez nem egy gépi forma,
érzés lélek változtatja. Egy kép sem pótol egy embert, mert nem kap szellemet, lelket. Nem biztos, hogy csak az a jó, ami kézzel megfogható. Az emberi lélek, szellem fontosabb, mint a testkellem. Az is dolga a tanárnak, hangot adni igazságnak, megmutatni, mi az a jó, mi is az embernek való. Megzakkansz a folyton zajtól, a kizökkent idő zordul, töri, zúzza a lelkedet. Kezelgess csak a gépeket, körülöttünk sok okos gép, de hová lett az emberség? Nem lehet az ember bárgyú, lélektelen, üres bábú. Elveszik a boldogsága, Isten őt nem erre szánta. Az életünk is egy nagy tanítás lehet, ha nem rohanással töltjük el időnket. Lassabban működve mindig többet látunk, hamarabb megleljük saját boldogságunk. Amit utoljára mondok szövegeket, élettanítások, jó, ha megszívleled. Ember ember ellen győzelemre vágyik, az univerzum meg csak döntetlenre játszik. Az isteni rendben nincs győztes és vesztes, ha így gondolkozol, nagyon sokat nyerhetsz. Nem tehetek arról, hogy én megszülettem. Arról sem dönthetek, egyszer majd meghalok. De amik a kettő közt velem megtörténnek, azokért felelős már csak magam vagyok. Az emberek tanítását biztos jónak véled. Ám ezt kicsit felülmúlja a nagybetűs élet. Köszönjük a kolléganőnek az iskolában folyó, kemény munkára utaló gondolatait. Tisztelt hölgyeim és uraim, teljes szívvel megfogalmazhatjuk, hogy nincs talán még egy munka, ahol annyi kudarc, annyi siker, kellemes és kellemetlen meglepetések érik az embert, és a szónak milyen nagy hatása van. Ez olyan munka, amelynek valódi hasznát nem biztos, hogy mindjárt látjuk, hanem csak talán évek múlva. Egy arab filozófus röviden összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, amely a pedagógust pedagógussá teszi. Van rá idő, hisz a pedagógus jár legtovább iskolába. Az idézet így szól. Keres olyan mestert, kinek szelleme világos, tudása nagy, szíve jó. Igen, a pedagógusnak is jónak kell lenni, mert a lexikális tudás nem elegendő. Az iskolában nem csak az irodalom tartozott a kedvenc tantárgyaink közé,
Természetesen mindegyiket szerettük. Azonban egy-egy kemény, komolyabb, értelmi képességet próbára tevő, például matekóra után, igazi kikapcsolódás jelentett mondjuk az énekóra, ahol felszabadultan szárnyalhatott kedvünk, hangunk, hangulatunk. Most a dobókat is a dalkör műsorát hallgathatjuk meg. Karnagy Somfai Tiborné. A hagyományőrző népdalkör tiszteletre méltó múltra tekint vissza. Elismerést érdemlő egyesület, akik gondosan felszínen tartva őrzik hagyományainkat. Sikerüket bizonyítja a 6 aranyérem és a fesztivál nívódíj. A megyében, sőt az országunkban is szívesen látott vendégek. A következő dal, a következő műsort a Dobókatica Dalkor fogja szolgáltatni. Igényesen összeállított műsoruk van, egri népdalokat énekelnek, Hóstya népviseletben. Parancsoljon! Elment a szerető Dél-Amerikába. Azt mondta az anyja, menjek el utána. Menjen el a fene idegen országba. Mire oda élni, más lesz a babány. Istenem, Istenem, ugyan mi lehetek. Kilenc rövpány fika, de még körbe engem. Még tavaly ilyenkor csak egy métert vettem. Karcsú derekamon kokorra kötöttem. Még tavaly ilyenkor csak egy métert vettem. Karcsú derekamon kokorra kötöttem. Megismerni a viegri megyeskét, mert itt köszön adjon Isten jó estét. Én meg csak úgy megkárosan el is fogadom, adjon Isten kötészemű valamon. Meglátszik, hogy kinek van szeretője, ki van marva fehér inge eleje, ki van marva karikára virágra, gyere magát csókolj meg utoljára. Ki van marva karikára virágra, gyere babát csókolj meg utoljára. Köszönjük a kellemes perceket, örömmel hallgattuk. Most ismét szavalat következik, Sárik Tiborné,
Halmai Edit egy amerikai költő versét fogja elszavalni. A vers útmutatót fogalmaz meg mindannyiunknak, hogyan járulhatunk hozzá környezetünk, az emberiség sorsának, életének jobbá tételéhez. Hallgassuk meg a verset. Emma Eisenhower, add tovább. Ha van valamid, ami jó, ami barátiddal megosztható, legyen bár csak egy apróság, hozhatja Isten áldását. Add tovább. Lehet egy dal, mely vidám, de segít megvívni egy nehéz csatát. Lehet egy költemény, melytől a szív repes, egy szál virág, vagy egy érintés, mely kellemes. Add tovább. Ne feledd a másik bánatát. Kell, hogy te segítsd az úton tovább. Egy meleg szó, vagy egy mosoly, ajándék lehet egy napon. Ha tudsz egy bátorító történetet, vagy hallottál az utcán jó híreket, vagy olyan könyvet rejt a szobád, mely segít elűzni a másik bánatát, add tovább. Ne légy önző a szívedben, gazdagíts társidat szereteteddel. Tedd a közösbe kenyered, hogy kevesebben éhezzenek. Ha Isten meghallgatta imád, s az égből áldást küldött le rád, ne tartsd meg csak magadnak, add tovább embertársaidnak. Köszönet! Valóban nagyon megszívlelendő gondolatokat hallhattunk egy gyönyörű versben. Azt hiszem, eljutott mindannyiunknak a szívéhez. Kedves közönségünk, a következő műsort hallgatva ismét jókedvre derülünk. A Dobogatica dalkör most palóc dalokat fog énekelni. Kérem őket a színpadra. Csipkés annak a levele, ja
élvezettel hallgattuk a szemnél szebb dalokat, köszönjük, és további sikereket kívánunk Önöknek. Hölgyeim és Uraim, az ünnepségünk egyik legszebb és legemlékezetesebb pillanatai következnek, amikor a díszoklevelek átadására kerül sor. Most pedig tisztelettel felkérem a Katolikus Egyetem rektorasszonyát, hogy adja át a példaértékű pedagógus pályafutások elismeréseként a díszokleveleket. Kovács Kalabárvé.
és van egy aranydészom leves, leveles kolléganő, Hegedűs Gyurné. Tisztelt rektorasszony, tisztelt baráti kör, kedves jubiláló kollégáim, kedves vendégek! Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ebben az évben én köszönhetem ennek a szép ünnepének a résztvevőit. 65 éve vettem át a diplomámat itt Tegerben. Hihetetlennek tűnik, de azok a kisdiákok, akiket annak idején tanítani kezdtünk, már maguk is nyugdíjasok. Mégis, ha találkozunk annyi év után, ugyanolyannak látjuk őket, mint amilyenek gyerekként voltak. És néhány perc után már emlékszünk nem csak a nevükre, hanem a hangjukra, a nevetésükre, a csintevéseikre és a sikereikre is. Én magam első generációs értelmiségiként nem kerülhettem volna erre a pályára, saját osztályfőnököm segítsége és példája nélkül. Ő volt az, aki rábeszélte a szüleimet, hogy engedjenek el otthonról a tanítóképzőbe. És aki nem csak a tanítóképzős évek alatt, hanem már pályakezdő pedagógusként is biztatott és segített engem. 1952 és 1957 között voltam prepa. Mielőször a piactéri, a mai Szent Hedvig, majd a mai Szent József kollégiumban laktunk. Feledhetetlenek számomra a tanítóképzős évek, bár eleinte szokatlan volt a sok minden, a reggeli torna az udvaron, a zongora leckék, a sok-sok tanulás, amivel a falusi kisiskola után szembe kerültem. De a kiváló osztályfőnökünk, dr. Lukásné Katanéni, és tanáraink, Somos Lajos, Kovács Vendel, Bakosné Rózsika néni, Suba tanár úr, Hamza Tibor, Kóra néni, hogy csak néhányat említsük közülük, mindent megtanítottak nekünk, és sok türelemmel, szeretettel felkészítettek minket a pedagógusi pályára. Az igazi felkészülés azonban soha nem ért véget. A képesítő vizsga előtt és után annak az általános iskolának a tantestülete segített sokat, amelyikben pályámat kezdtem, Sarudon. Mindig fordulhattam az igazgató úrhoz, kollégákhoz segítségért, tanácsért, mivel nem volt könnyű 19 évesen 42 fős osztályba kezdeni. Emellett a diáktársak barátsága, az összetartó családias közösség is hozzásegített ahhoz, hogy legyőzzük a nehézségeket. Ma is őrzöm azt az emlékkönyvet, amiben búcsúzáskor az osztálytársaim verseket, idézeteket írtak. Idézek egy bejegyzést Angyal Marikától, aki már sajnos nincs közöttünk. Tanítónak készülünk, nem vár ránk fényes karrier, de annál több küzdelem. Ne feledd, hogy a tanító nem keres csengő aranyakat,
Ő a kincseit, a gyémántokat kicsi falusi tanítványaik csillogó szemében találja meg. Lelkesek voltunk, és őszintén hittünk benne, hogy a miénk az egyik legszebb és legfontosabb hivatás. Jó lenne, ha ezt ma is így gondolná mindenki. Mi, akik akkor együtt végeztünk, mind a pályán maradtunk, és sok száz gyereket tanítottunk meg írni, olvasni, számolni az évtizedek alatt. Sajnos a hajdani osztályból már egyre kevesebben vagyunk. Elbúcsúztunk nemrég Jakabné Tóth Erzsikétől, aki az egyik motorja, lelke volt az évfolyamunknak és a baráti körnek is. Néhány évvel ezelőtt meghívást kaptam Sarudról. Az első osztályom diákjai rendeztek egy osztálytalálkozót abból az alkalomból, hogy 60 éve kezdték el az általános iskolát. Nagyon jó érzés volt újra ott állni, abban az osztályteremben, ahonnan apám indult, és látni azokat a gyerekeket, akik még mindig emlékeztek rám, s akikre én is emlékeztem, hiába telt el közben annyi év. Azt kívánom, hogy a mai pedagógus hallgatók átélhessék ezt az örömöt, majd egy sikeres pálya után, és az, hogy még mi magunk is sokáig örülhessünk együtt azokkal a diáktársakkal, akik ma is szeretettel diákokkal, akik ma is szeretettel fordulnak hozzánk. Köszönjük az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem és a baráti kör vezetőinek, hogy a mai nap ünnepség megszervezték, és átvehettük az arany, gyémánt, vas és rubin diplomákat. Kívánok minden színes diplomásnak jó egészséget, és még sok boldog évet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ez a köszönő beszéd olyan volt, mintha egy pergőfilm hozta volna vissza a megtörtént mozzanatokat, eseményeket. Köszönjük ezt a csodálatos visszaemlékezést. A következő percekben Ady Endre versének mondani valóját ajánljuk az emberiség figyelmébe. Hogyan tudunk jók lenni? Elmondja Bárdosné, Dombos Mária. Jóság síró vágya, Ady Endre verse. Meleg karokban melegedni, falni suttogó, drága szókat, jutalmazókat, csókolókat. Milyen jó volna jónak lenni. Buzgóságban sohasem lohadni. Semmit se kérni, el se venni. Nagy hűséggel mindent szeretni. Milyen jó volna mindig adni. Még az álmokat sem hazudni. Víghitet adni másnak. Kísérő sírást a sírásnak. Milyen jó volna áldani tudni, meleg karokban melegedni, falni suttogó drágaszókat, jutalmazókat, csókolókat. Milyen jó lenne jónak lenni. Ha igazán megértettük a költő szavait, nekünk is sikerülni fog. Tisztelt hölgyeim és uraim! A kedves és kedves díszokleveles ünnepeljeink, a 28.
prepanapi ünnepségünk végéhez értünk. Befejezésül hallgassuk meg Osváth Péter urat, a baráti kör elnökét, a zárószavát fogja elmondani. Nagyon szép műsor volt, és úgy gondolom, hogy felejthetetlen élményben lett részünk. Az előadók jó voltából, és nagyon szépen köszönjük. Egy meglepetést azonban még tartogatunk. Gidófalvi Albertné, aki a Szabolcs megyei nyugdíjas pedagógusok tagozatának vezetője, ma reggel vonattal érkezett hozzánk Egerbe, és azzal a céllal, hogy elmond nekünk egy szívének, lelkének kedves verset. Gabika nem szereti, ha Gabi néninek szólítják, de szeret szavalni, és fejből több mint 100 verset tud. Most Turmezei Erzsébet, a legnagyobb művészet című versét hallgassuk meg tőle. Turmezei Erzsébet, a legnagyobb művészet. A legnagyobb művészet, tudod mi? Derűs szívvel megöregedni. Tenni vágyni, mégis tétlen maradni. Igazad van, mégis hallgatni. Soha nem lenni reményvesztett, csendben hordozni a keresztet. Irigylés nélkül nézni másra, ki útját tetterősen járja. Kezed letenni az öletbe, és hagyni, hogy gondodat más viselje. Hogy segíteni tudtál régen, bevallani alázattal szépen, hogy most már erre nincs erőd, nem vagy olyan, mint azelőtt. Így járni csendesen, vidáman, Istentől rád rakott igádban. Mi az, mi békét adhat nekünk, ha abba szent hitbe élünk, hogy a teher, amit vinni kell, örök hazába készít fel. Eloldja köteleinket, ha a világ fogva tart minket. Megtanulni ezt a művészetet nagyon nehezen lehet. Ára öregen is sok-sok küzdelem, hogy a szívünk csendes legyen, s készek legyünk beismerni. Önmagunkban nem vagyunk semmi. S ha lelkünk kegyelmes atya, nekünk a legszebb munkát tartogatja, ha kezed gyenge más munkára, összekulcsolhatod imára. Áldást kérhet szeretteidre, körülött egy nagyra, kicsinyre, s ha ezt a munkát is elvégzed, s a végsóra közelek, hangját hallod égi hívásnak. Enyém vagy, jöjj el, nem bocsátlak. Köszönjük szépen. Derűs szívvel megöregedni. Mi szebbet kívánhatnánk? Ám bár hozzáteszem, azért ez az út ne legyen rövid, legyen soká. Legyen ez a mai ünnepségünk záró gondolata is, és szeretném most felkérni majd az elnökségi társaimat, hogy köszönjük meg együtt azoknak a közreműködését, akik ezt a napot ilyen teljessé tették. Köszönöm tehát rektorasszony és az egyetem vezetésének lelkes támogatását. Köszönöm a szervezők fáradozását, akik most részben itt vannak, és részben még a termen kívül is, de előkészítették ezt a mai nap ünnepséget. Köszönöm a baráti kör elnökségének, tagjainak a munkáját, megjelenését, közreműködésüket, segítségüket, cipekedésüket is olykor. Köszönöm a kedves vendégek és a baráti kör itt megjelent tagjainak részvételét. Ezzel a 28. prepanapi ünnepségünket bezárom,